Sziasztok! A mai videónkban nem más fogok nektek bemutatni, mint a Brineight PT16A nevezetű lámpát. Hé hey Alex, hát ez már volt videóban. Nem, az a PT16 volt, ez a PT16A. Az 2000 lumen tudott, ez meg 3000 lumen. Az 600 méter, ez meg 458 méter tud. Szóval nem nem ugyanaz. Ja, és ebbe a LED, Lumius SFT 70-es LED van beleszerelve, és 21700-os akkumulátor látja el, ami 3,6 voltos, és... 5000 milliamperes. Nézzük meg, mi van a dobozba, teszteljük le az eszközt. Tartsatok velem? Nos, előttünk van a doboz. Igazából maga a doboz így néz ki, úgy, mint az előző, viszont végnyabb doboz kaptunk, ahogy látom. Itt van a QR kód, ami alapján el, tudtok, el tud navigálni a honlapra. Na nézzük. Hoppá, hoppá, gyerekek. Na, ez jó néz ki. Ugye majdnem ugyanaz a külső, viszont az USB-C-nk az uh, picivel máshogyan helyezkedik el. A másiknál így helyezkedik el, itt meg így. Akkor van egy ütőkoronánk, ami csúcsokba végződik, szóval be lehet vele ütni egy üveget. Ugyanaz a szokásos két gombos hátsó és egy gombos el első bekapcsolásos lehetőség vagy módváltás. Mindjárt mutatom. A zseblámpákban van egy ilyen kis védelem, ezt most ki, ide rakjuk. A benne lévő akkumulátor egy 21700-as, 5000 mah 3,6 voltos aksi van benne. Nézzétek meg, meg lehet nézni, aranyozott érinkezők, látszik, hogy minőségről beszélünk. Hoppá, majdnem fordítva raktam bele, előfordul. Fordított polaritás elleni védelmi van benne de azért nem muszáj, nem próbálom ki. No. És nézzük meg, ha ezt a kis gombot nyomjuk meg, akkor elérjük gyorsan a stroboszkópot. Ha ezt az oldalsó gombot épp hogy lenyomjuk, vagy oldalsó, bocsánat, ezt a hátsó gombot épp hogy lenyomjuk, akkor pillanatfény, ha teljesen lenyomjuk, hallottunk egy kattanást, ami alapján így tudom nektek mutatni, hogy ezzel az oldalsó gombbal itt lehet váltani az üzemmódot. De mondjuk tegyük föl, én ezt kikapcsolom, és mondjuk én így szeretem fogni a lámpát, így is be tudom kapcsolni egy kattintásra, és kétszer duplán megnyomjuk, akkor meg stroboszkóp előjön. Szóval nagyon nice. Nézzük meg, mit kaptunk még a dobozba. Ugye ez újra, újra hasznosított anyagból van, szóval ne csodálkozatok, hogy picit meg van töredezve. kaptunk egy csuklópántot, és kaptunk Júza Manuáltól kezdve sok mindent, még egy Brian Knight felvarrónak való ilyen tépőzáros cuccot, és azt hiszem, igen, itt van a user manuálja, itt fogjuk látni elméletileg, hogy mit, meddig tud. Itt látható a képernyőn, hogy mit, meddig. 5 lumennel, akár 1800 percig, ők percbe adják meg, 120 lumennel 1200 perc, 900 lumennel 230 perc, és 3000 lumennel, amit egy percig tart, utána levált, ha jól látom, 600 lumenre, és azt 135 percig tudja. Itt van 458 méter, 52.000 kandella, 52.520 kandella, azért nem rossz. Egy méterjük ütéssel, IP68-as, igen. És mindez a 152 gram. Nos a 152 grammot én is tudom igazolni, mert tényleg könnyű a lámpa. Láthatjátok, hogy egész mester ilyen van megcsinálva, meggyártva. Jó a fogása, ha úgy alakul, ezt tényleg lehet használni akár önvédelemre is. De én egy is száz a vége. Nézzük meg, mit tud egy ilyen hiper-szuper taktikai lámpa az éjszakába. Na nézzük. Nos, itt van a kezemben a Brainet PT16A nevezetű lámpa. Láthatjuk itt elől a koronát, itt hátul a kapcsolót. Akár ezzel is be tudom kapcsolni, akár ezzel a stroboszkop részét. De kapcsoljuk be elszűnek csak spontán a lámpát. Wow! 3000 lumen gyerekek, 400 méterig megy el. Most a legtakarékosabbra kapcsoltam, most lekapcsolom a másik lámpát. Nem fogjátok annyira látni, ezt valamiért egyik kamerám sem tudja jól venni. Ez a legtakarékosabb fényünk. Ki fogom írni a kijelzőre, hogy melyik mekkora a lumen és hány órán keresztül. Wow! Na ezzel a fényem már el lehet lenni, azt mondom nektek. Ez már végigvilágítja az egész erdőt. és turbo 3000 lumen. Azért, be kell vallanom, nagyon durva a fénye, van egy szórás előttem, szóval az se, hogy hasra esnék, és azért egy ilyen lámpával végig menni este, hát azért nem rossz. Főleg, hogy még a pókálót is látom vele. De durva. Na lejjebb váltok, vissza. Egyel, kettessel, nem tudom mennyire fogja látni a kamera, de csak ezzel a takarékfényjel el lehet lenni nagyon sokáig. Azért nem mondjátok nekem, hogy ennek nincs fény, ennek a lámpának az Nagyon durva. Próbálm mutatni, de elméletileg lehet látni hogy a kamera felvételén, hogy van szórása a fényének, bár minimális, de van. És nézzük, az erdőn keresztül lehet vele látni. Azért durva, amit tud ez a lámpa. Nos, beszéljünk a Brainet pt 16 arról. Az esti teljesítménye kielégítő volt, szerintem nagyon jó kis lámpa, nagyon tetszik benne, hogy hirtelen elérhető a stroboszkóp, tetszik benne, hogy tudom pillanatni fénynek használni, és tetszik az benne, ha ezzel a kapcsolóval kapcsolom be, akkor megjegyzi, hogy hol volt a lámpánk, és igazából, hogy hol kell lennie. Nos, szerintem a Brainite egy elég jól halad, egy jó ösvény felé halad a Brineight, egy nagyon jó ö, minőség, nagyon jó lámpákat gyárt, és egyre-egyre jobbak, ahogy érzem, és tetszik az, hogy annak ellenére ez egy nagy lámpa, mint ez a 150 g. Én a brineight bevallom őszintén, még erdő legyen Mikinek a videóiból ismertem meg, azóta működök velük együtt, volt már fejlámpa nálam tesztelésen, volt ennek az előző változata nálam tesztelésen, és most ez is eljött. Köszön, uh, thank you very much, Brian hogy elküldted ezt a lámpát, és köszönöm nektek, hogy megnéztétek. Szerintem, aki ilyen taktikai lámpát keres, nézze meg, mert ez nem egy rossz lámpa, usb n keresztül megtöltető, akár powerbank, akár uh, akár fali adapterrel szóval nice. Ja, és persze, hogyha van még egy... 21-700-as aksid, akkor belerakod, aztán a másikat töltöd, alká, úgyis úgy jó taktikai szempontból. Nos, egyszerűen a 100 a vége, köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, Brianettnek meg köszönöm szépen ezt a szuper, hiper-szuper lámpát, mert ez wow! Jövök legközelebb is, talán zseblámpa, talán telefon, nem tudom még, de nézzétek meg, és csekkoljátok a videó alatti linket, ha ez a zseblámpa érdekel. Szevasztok! nyomjátok a lájkokat, és iratkozzatok fel! Sziasztok!